az előző rész tartalmából. Ott az Eiffel! Yes, I am Zoli! Monika néni! Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari! Érte, jobbnál jobb csajok fognak versengeni, ízű lesz a nagy ő! Egy kis hálapénzért cserébe behívják a köpenyes szerelem doktort, hogy mérje meg, mennyire szeretik a lányok a Zolit. Mesél arról maga a szerelem doktor! Milyen méréseket fogunk végezni a mai napon? Mindenek előtt megmérjük, mennyi della van a Zoli bankszámláján. Azt a neki mekkora számlája van a Zolinak. Híha! Híha! A vaházslatos szemkamerával letesztelik, hogy melyik csaj melyik stockfotót nézegeti szívesebben. Amit ott látunk, az a kis piros kör, az mutatja, hogy hova néz. Az angyali jelenlétet támogatja, ugye? Igen. A tekintetével. Tehát az ördöggel is ki van békülve. Hoppá, hoppá, ránézett a vasvillás ördögre. Ez azt jelenti, hogy rossz kislány. Meg kell büntetni. Biztos azért nézi azt a képet, mert egy nagyon hűséges, odaadó típus. Nem azért, mert az a világosabb, vagy az a kontrasztosabb. Megérkezett az első kép. Egy nagyobb banán, vagy... Sok répa. Répácska. Nézzük, melyik fog győzni. A banán, vagy a répa? Erika, sok répa, banán, én egy ilyen kettőséget vélek felfedezni. Erikának mind a kettő jöhet. Nem számít a méretbeli különbség. Hallod? Oda néz! Hogyha tudnám, hogy tesztelve vagyok, és ott lenne mondjuk két nagy mell meg egy könyv, úgy szugerálnám azt a könyvet, hogy kiukad a monitor. Hogy látom, Vivit a könyvek jobban érdeklik, mint a bulizás. Jön Virág, és már tudják is, hogy melyik képárosítást kell neki berakni. Percig se gondolkoztam azon, hogy kifelé nézzek, vagy kire kacsincsak. Lehetséges, hogy van egy kis rejtett kancsalsága a Virágnak, mert nem is a Zolira nézett, hanem a Margóra. Hallod? Oda néz! Hogyha összehasonlítjuk Attilát Zolival, az egyik ég, a másik föld. Az egyik a milliárdos mennyország, a másik a földi pokol. Nagyon megnyugodtam. Gratulálok! Két férfiből egyet szeret. Hát ha ránézett, akkor garantáltan szereti. Yeah! Mindenki azt csinál Zolival, amit csak szeret. Alig vártam. Azt is csinálnak vele, amit szeretnének, és jól megfogdossák a beizmosodott lábú atléta trikós Zolit, amíg a többiek hőkamerán nézik kintről. Fogja magát, beleül az ölembe. Ez mit jelent? Ez nekem nagyon jót jelent. Helyre hoz majd doktor Love. A tűzforró lányok megpróbálják levezetni a hőt a Zolin, hogy ő is bepirosodjon. Vannak, akiknek nem sikerül felízítani a hangulatot, mert zöld marad a Zoli. Még mindig nem látja. Nincs energia csere. Nem megy át. És van, akinél felforr a vére. Bálkosán látjuk azt, hogy azért erősen izgalmi állapotban van. És Zoli? Ebből látszik, hogy van vér a pucájában a Zolinak. Amennyiben a puca a fejet jelenti. El akarod fogni az izmomat is? Hát, ha befeszítesz. Ennek a feladatnak is kb. Annyi értelme van, mint a szemes tesznek. Az embernek fix hőmérséklete van, az nem változhat meg. Hogyha megváltozik, akkor baj van. Testi szinten nem történik energiacsere. Én is előkerestem a rég nem használt hőkamerámat, hogy megnézzem, hogy mennyire forrósodik fel a hangulat ettől a műsortól. Azt a neki milyen energiacsere van itt! Hát nekem van is vér a pucámban. Ez jót jelent nekem. Érzem a hőemelkedést. Lehet belázasodtam. Mindjárt kérek egy algopirint. Afrodiziákum, tehát van nálam még egy másik, figyeljetek, ez erősebb. Aztán Nati is belehuppan az Zoli ölébe, ami szintén jót jelent. Hoppácska, ez nekem nagyon jót jelent. Olyan egy tigris állat vagy. Na ettől a jót jelentéstől most aztán igazán kangörcsöt kaptam. Istikém, tedd el az afrodiziákumodat, mert nem lesz rá szükség. Kangörcsöt okoz, tehát ettől beindul a alsó dolog, ami a gatyádban van. Edina egy idő után kiborult. Nem bírta nézni, hogy sorban simogatják a csajok Zolit. A tettek mezejére lépő Mónika megpróbálja lecuppantani a Zolit a lányok előtt. Igazából? Mi van? Ja, de cuki vagy! Nem úgy sült el, ahogy én terveztem. Jézusom! Soha nem történt olyan, hogy egy férfit megpróbáltam megcsókolni, hogy elutasított volna. Hát ez Zoltánnal ez is összejött nekem. Nagyon megkívántam őt. Haza is lesz zargatva gyorsba, de nem a csók miatt, hanem a bugyitlansága miatt. Én szeretem azt, hogyha a megfelelő pillanatban kerül le, ugye? Mi? Zoli megízni viszi az egyik lányt a mauzóleum tövében. Vandát nem nagyon kényeztették eddig életébe, és most kiválasztottam a kastély legmagasabb pontját. Vandát meg kell kényeztetni a kastély legmagasabb tornyában, és ez a kényeztetés arról szól, hogy Zoli kérdéseket tesz fel saját magáról. Hány milliárdja volt Zoltánnak 2022-ben? 1,
43 vagy 100? 42, de 100-ot is érdemelne. Sőt, még sokkal többet. Ez a helyes válasz. Nagyon jót érzek. Hány csillagos szállodában szállt meg Zoltán Dubájban? 4-5 hét. 7, mert neki csak a legjobb jár. Sok pénze van. Aztán bulták van, és maszkabált szerveznek, ahol Zoli lesz a Keglevics. Ha nem vágod ezeket a modern szlengeket, akkor a testvérei mindjárt okosba raknak téged. A mai bultágon Jackie lesz a Keglevics. Tehát a mai összejövetel Jackie lakásán lesz. Legyél már képbe itt a legújabb trendekkel, hogy tudjad, hogy mi az a bultág meg a Keglevics. Ne legyél már egy porlepte Matuzsálem. A mai bultágon Jackie lesz a Keglevics. Az frankó. A Keglevics Zolira rátesznek egy pont rápasszoló maszkot, amiben úgy néz ki, mint egy igazi spanyol pankrátor. Zoli most is mint mindig nagyon jól nézett ki, tök szexi volt. Nagyon jól nézett ki. Zoli maratoni hümmögéssel üdvözli az udvarhölgyeket. Pont jókor jött ez az alkalom, mert az Isti is felkészült már a maszkabára. Na, ehhez mit szóltok, srácok? Vettem egy ilyen maszkot. Aztán behoznak a Zolinak még két csajt a háremből a helyi dohányboltból. Reméljük, idén már lesznek olyan lányok, akik tudnak használni egy fényképezőgépet. Ne nyomtad? Igen. Fordítva nyomod. She's the creative director of Polaroid. What the f*** does she know about cameras? Az egyik dohányboltos lány őszintén be is vallja, hogy a Zoli pénzért jött. Tehát neked fontos a Zoli pénze is. Igen, fontos. De mert a Zoli pénze. De az enyém is lesz. Sok pénze van. Maga biztosabb vagyok, tudom, hogy mit akarok. Zolinak végre eszébe jut, hogy van egy biznisze, amit menedzselni kell, különben összedől a körömbirodalom. Hazatértünk az én birodalmam első vásájához. Magával viszi Virágot a körúti körömboltjába, hogy tanulja a szakmát. Úgyis én leszek Mrs. Köröm, úgyhogy beletanulok a vállalkozásba. Na ez. Először is tanulja meg a Virág, hogy hogyan kell lakkozni, mielőtt beolvad a birodalomba. Egyszer ennek a birodalomnak én is a része leszek. Az enyém is lesz. Zoli nagyon gavallér volt, azt választhattam, amit akartam, és én imádom, hogyha egy férfi ilyen. Nagyon üres ez a bolt, Zolikám. Feltűnően kevés a vevő. Fel kéne pörgetni a bizniszt egy jó kis influencer marketinggel. Én is ilyen Jákob Zolis körmöt szeretnék csináltatni magamnak. Amivel az első üzleti sikereket értem el, azok a csillámos zselék. Még venni kell Domestoszt meg cica vécét. Zolikám, kérdezd már meg a tulajt, hogy hol vannak a cica vécék, addig én hozok kosarat. Három szín van cica vécé. Kék szín, piros szín és zöld szín. Zolinak mennyivel több pénze lehetne, ha nem ilyen opportunista szipirtyókkal foglalkozna, hanem a biznisszel. Csak egyetlen szerelem kell az életben, a grind. And you only think about the grind. És vannak is ötleteim, hogy hogyan lehetne tovább bővíteni ezt a cégbirodalmat. Be kéne vezetni a Crystal ételházhoz szállítást. A Crystal Nails után berobbanna a piacra a Crystal Meals. Oda néz! Ahonnan a legfinomabb körömpörköltöt lehetne rendelni. Az frankó. Mit szól Zolikám, megvalósítjuk? Mindössze a profit 30%-át kérem cserébe. Nekem kamu, én kiszállok. A következő adásunkban megtudjuk, ki nyerte az idei bajnokságot. Szevasztok! Mania. Subscribe! Akarod fogni az izmomat is?